Lezárult egy korszak a Ferencvárosnál. Labdarúgó csapatunk szerb játékosa Vladan Csukics ugyanis bejelentette visszavonulását. A mindig csupa szív és energikus Csuka azonban nem hagyja el szeretett klubját, de erről majd később. Ével egy bajnoki címet, három magyar kupát, két szuper és egy ligakupát nyerő 37 éves Csukics az öltözőben, majd egy közös vacsorával búcsúzott el a csapattól és a szakmai stábtól. Amikor a társakat és jó barátokat a Fradi katonának is becézett Vladanról kérdeztük, nem volt olyan, akinek ne jutott volna eszébe róla egy emlékezetes pillanat. Felejtetett, lehet, hogy nem láttam ugye élőben, de hát az, hogy a kupa döntőn az ő 11-esével, tehát ez, én azt mondom, hogy ezt ő teljes mértékben megérdemelte. Ami marad bennem a Csuka, az mindig a meccs előtti, mindig úgy feltezett a csapatot, hajtott mindenki, amikor kicsit a brigád nem úgy ment, akkor bejött mindig fél időbe is az öltözőbe, vagy amikor nem játszott vagy a pályán, vagy az öltözőbe, mindig próbált egy lendület adni a csapat, hogy felébreszteni minket, úgyhogy mondtuk is neki, hogy ez a szokás, az megmaradja legalább az öltözőbe, gyere be meccs előtteként, hogy feltüzel minket. Mindenféleképpen az Újpest ellen szerzett gólja a 92-93 percben, amivel megvertük az Újpestet 2-1-re. 6 évvel ezelőtt, amikor ide került a csapathoz, akkor még ugye a Détári volt az edzés. És igazániból ő volt az, aki ezt kiszúrta, hogy neki kell egy ilyen, most mondom azt, hogy egy ilyen gyilkos ember a középpályára, és aki így a többieket tudja vinni. Egy nagyon fegyelmezett játékos volt a pályán kívül, a pályán belül néha elvesztette egy kicsit a fejét, de azt gondolom az a szenvedélyesség az, ami igazán jellemezte őt. Ettől vált igazi fradistává, és azt gondolom ő testesíti meg azt, mutatja meg azt, hogy valaki ilyen késői korban is kerül a Fradihoz, mégis igazi fradistává tud válni. I think he was one of the characteristic player. Igazi karakteres Fradi játékos volt. Nagyon örültem neki, hogy az előző szezonban is velünk volt, amikor bajnokságot és kupát nyertünk, és hogy idén ő döntötte el a magyar kupa döntőjét. Óriási személyiség, nagyon imádom. Big personality, and I like his character very much. Of course he could be. Természetesen jó edző válik belőle, mert kiváló mentalitása van, tökéletesen tudja motiválni a játékosokat, hogy a legjobb teljesítményüket hozzák ki magukból. To bring the best performance. Mondj egy pár szót, légy szíves, a Csukáról. Gyere! Egy dolog, vagy egy-két dolog, a szauna hiányozni fog. A szauna utáni reakció, az hiányozni fog. De komolyra fordítva a szót. Hiányozni fog a cicának a cica, Csukival, a szauna utáni reakció a hideg vízbe, az is nagyon hiányozni fog. És a meccs előtt meg a meccs előtti öltözőbe, azért majd várjuk még vissza a meccs előtt az öltözőbe, a Csukit. Hát az edzések. Cicánál nem lesz sérülés, az hiányozni fog, egy-két karcolás azért hiányozni fog, de valahogy megoldjuk, lehet, hogy átveszem a Csukának a szerepét. Úgyhogy hiányozni fog a Csuki. Engem meglepett például itt a kupadöntőn a büntetője, mert amikor nekem rugott, akkor általában mindig a másik oldalt választotta, úgyhogy én most is arra számítottam, és hát mondjuk nagyon jól döntött, hogy most visszahúzta ugye a Vasas elleni párharcban. Amúgy nagyon magabiztosan lőtte a büntetőket is, és egyébként, hogyha oda került helyzetbe, akkor is általában jó megoldást választott. Csukiban az volt a jó, hogy átlagosan jó teljesítményt nyújtott mindig, tehát nem nagyon voltak kiugró momentumai, hanem mindig hozta azt az átlagot. Ezt azért az legtöbb edző szerintem szereti, amikor számíthat egy játékosra a pályán. Pontosan lehet tudni, hogy mit várhatsz tőle, és ezt a Csukin mindig hozta, mindig tudott egy olyan agresszív pluszt hozzátenni a játékhoz, ami a csapatjátékhoz kellett. Nagyon harcos játékos volt, ő mindig pluszba is nagyon sokat edzett, úgyhogy a korához képest megfelelő volt. Csuka is the strongest man in Ferencváros? Mentally? Yeah. Yes. And physically? I'm the strongest man in Ferencváros. Apart from Big Danny. A konditeremben nem jeleskedett, viszont a plusz futómunkára mindig vágyott, és mindig külön kérte. Ha nem kérte, akkor megcsinálta magától.
Ritkán jött, ha ő panaszkodott valamivel, akkor ő tényleg akkor nagy volt a baj. Tehát ő apró dolgokért nem jött oda. Legenda. A viccet félretéve nem is vicc, mert tulajdonképpen azt szoktuk mondani, hogy aki az Újpest ellen győztes gólt lő, az legenda, és ő az volt. Egy olyan játékos, aki a szívét, lelkét kitette a pályán mindig, és még hogyha nem mindig ment neki a játék, akkor is úgy játszott, hogy semmiféle kifogása nem lehetett a közönségnek. Azt kívánom, hogy sok ilyen játékosunk legyen a jövőben. Vladan Csukić ugyan befejezte az aktív futballt, de továbbra is a Fradi családban marad, mivel a jövőben játékos megfigyelőként dolgozik tovább. I think first the best moment when I sign contract. This is the first. Second. Az első emlékezetes pillanatom a Ferencvárosnál, amikor aláírtam. A második az Újpest ellen lőtt gólom, még a régi Üllői úti stadionban. A harmadik pedig, amikor tavaly bajnokságot és kupát nyertem a csapattal. A jövőm szempontjából nagyon fontos volt, hogy itt maradjak a klubnál, itt a második családomnál. Mindenki tudja, hogy van egy csodás feleségem és gyermekeim, de az FTC a második családom, és nagyon boldog vagyok, hogy itt maradhatok. Minden nap láthatom a játékosokat, a stábot, a vezetőket. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt dolgozhatok tovább. Van egy üzenetem a csapat számára. Először is mindent köszönök a társaknak, a szakmai stábnak, a vezetőségnek és a szurkolóknak. Másodszor pedig a csapathoz szólnék. Mindig küzdjenek a klubért, a szurkolókért, azokért, akik szeretik a Ferencvárost bárhol az országban. Csak azt szeretném mondani, srácok, hogy mindent tegyetek meg a pályán és az edzéseken, hogy a szurkolók örüljenek, amikor ez a csapat bajnokságot és kupát nyer. Hajrá, Fradi, gyerünk, gyerekek! And hajrá, Fradi, come on, guys! Egy ilyen fantasztikus karrier után nem is lehet mást mondani. Köszönjük, Vladan, hvala csuka! Már kaphatóak a Ferencváros labdarúgó csapatának következő szezonra szóló hazai bérletei. Vásd meg szezonbérleted és szurkolj a Groupama arénában a csapatnak a bajnoki és magyar kupa mérkőzéseken. Részletek a fradi.hu-n és az FTC Facebook oldalán. Harcoljunk együtt az újabb sikerekért. Hajrá, Fradi!